Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Deák Daniel, az Nézőpont Intézet projektigazgatója. Szép jó napot, akkor elemezzünk, nézzük meg, hogy milyen új tanulmányt tettek le az asztalra. Miről szól a legfrissebb tanulmány? A Nézőpont Intézet kíváncsi volt arra, hogy fél évvel Botka László miniszterelnök jelölti avatása vagy bejelentkezését követően hogyan zajlott az elmúlt fél év, milyen hibákat vétett Botka László, vagy esetleg milyen eredményekre jutott, és azt látjuk, hogy még... Önök ennyire be vannak épülve Botka Lászlóba, benne vannak a zsebébe, lehallgatják a szobáit, vagy mi szerint készítik ezt a felmérést? Ez egy elemzés, és összeállítottuk azokat a hibákat, azokat a pontokat, amelyek jellemezték Botka László fél évét. Nagyon fontos, hogyha egy miniszterelnök jelölt bejelentkezik arra, hogy ő szeretné majd vezetni az országot, és a választásra ő szeretné majd a pártját felkészíteni, akkor a választók szemében mindig az első fél év a legmeghatározóbb, tehát az első benyomás a választók számára az elengedhetetlen, hogy az első fél év az sikeres, akkor onnantól lehet, hogy nyert ügye van már a választásokra, ugyanakkor, hogy kudarcos, és Botka László esetében egyértelműen kudarcos, akkor onnantól kezdve már nagyon nehéz lesz fél év alatt helyrehozni a kampányt és új választókat megszólítani. Azt tudni kell, hogy 4 évvel ezelőtt, tehát a választások előtt nagyjából ugyanekkor tájban még 1 milliós szavazótábor, egy szimpatizánsi táborral rendelkezett az MSZP. Jelenleg ez a szám az 600 ezer, tehát azt jelenti, hogy 4 évvel ezelőtthöz képest sokkal rosszabb állapotban van a szocialista párt, és erről a mélypontról Botka Lászlónak az elmúlt fél évben nem sikerül kihozni az MSZP-t. Mielőtt a részletekbe belemennénk, Botka László reagált már erre a tanulmányra? Nem, hát általában nem szoktak reagálni, hogyha ilyen elemzésen, mert valószínűleg belülről átelemzik, megnézik, és lehet ezeknek a pontok mentén megpróbálják kijavítani a kampányt, hogy akkor olyan hibákat... Tehát önöknek a feladatuknak tűzték ki azt, hogy helyrehozzák Botkának a kampányát? Nem, mi fel akarjuk arra hívni a figyelmet, hogy van egy nagy reménység, vagy volt egy nagy reménység, akit még egy éve is az MSZP megváltójának hittek, aki majd kitöri abból a rossz környezetből, amiben jelenleg van az MSZP, és azt látjuk, hogy ez nem következett be, még rosszabb helyzetbe került. Tehát a Mesiás nem jön, és még csak nem is telefonál, akkor nézzük a részleteket. Hát itt pontokba szedtük azokat a részeket, amik szerintünk meghatározták az elmúlt időszakot. Az első pont az, hogy a párton belüli konfliktusokat, a párton belüli ellentéteket nem tudta helyrehozni Botka László. Ugye most azzal, hogy megüzente, aki 2010 előtti kormányzásban vagy bármiben részlet, azoknak hátrébb kell húzódni, vagy csak még nagyobb ellentéteket szított az MSZP-n belül. És ehhez kapcsolódik az, hogy a balliberális tábor egészében sem sikerült összefogás hozni. Ugye emlékezzünk vissza, Botka László még a 168 órának adott interjúban tavaly december 21-én azzal a felkiáltással rukkolt elő, hogy úgy lesz majd miniszterelnök jelölt, hogy nem csak az MSZP miniszterelnök jelöltje lesz, hanem az egész teljes baloldali összefogásnak lesz a miniszterelnök jelöltje, és ennek érdekében el is kezdett tárgyalásokat még télen és nyáron is, még az LMP-vel, de aztán az Együttel és a Párbeszéd is kezdeményezett tárgyalásokat, és mindegyik vakvágányra futott. Az LMP-vel nem volt miért tárgyalni, hisz az LMP-nek van egy kongresszusi döntése, hogy nem társulnak senkivel, főleg nem a ennek ellenére ajánlatot is tett Botka László az LMP-nek, a listákra, illetve a különböző egyéni körzeteket is nagy komoly ajánlatot tett az LMP-nek Botka László, de az LMP ennek ellenére is mondta, hogy tartja magát a kongresszusi döntéshez, és mindez a próbálkozása Botka Lászlónak azzal szemben, hogy egy nagy baloldali összefogást szeretett volna összehozni, azt látjuk, hogy még jobban szétzilálta a balliberális tábort, még nagyobb ellentéteket szított, Gyurcsány Ferenccel történő üzengetés, az LMP-vel történő üzengetés mind-mind azt eredményezte, hogy most már nem az, hogy közelebb kerültünk volna egy baloldali összefogáshoz, hanem még távolabb kerültünk, és ahogy Gyurcsány Ferencet megemlítettük, ez is egy komoly baklövése volt Botka Lászlónak, hogy a Gyurcsány problémát sem kezelte megfelelően. Ugye 2010 óta mindegyik pártvezetője, illetve miniszterelnök jelöltje az MSZP-nek azzal kezdi, hogy ő Gyurcsány Ferenctől akar határolódni, és egyértelműen ő üzenget neki. Ez egy butaság, hisz neki van egy szavazótábora, lehet őt szeretni vagy nem szeretni, de közel 500 ezer szavazó, fix szavazótábora van neki. És akkor azt inkább, mint beszéljünk a futball nyelvén, akkor mind erősítést, mind légiósokat meg kell tartani és helyén kezelni. És pontosan, és azzal, hogy Botka László egyértelműen üzenget most Gyurcsány Ferencnek,
ellenkező hatást vált ki, tehát reflektorfénybe kerül így Gyurcsány Ferenc. Még népszerűbb lesz. Elhallgatná mondjuk Gyurcsányt és mondjuk a saját programját népszerűsíteni, azt írja, hogy Gyurcsány Ferenc reflektorfénybe kerül, és még népszerűbb lesz, és az a tábor, amiről beszélt ön is, még jobban egyben marad, és hogy külső ellenséget lát az MSZP-ben Gyurcsány Ferenc pártjának a szavazói, akkor ők még erősebbek lesznek, még jobban egybe fognak tartani, és csak az MSZP ellenségük fog nőni. Tehát Botka Lászlónak ez is egy komoly baklövése, hogy azzal, hogy üzenget, nem azt írja el, hogy még több szavazót tud átcsavítani a demokratikus koalíciótól, hanem még jobban megerősíti Gyurcsány Ferencet. Elképzelhető, és utána belemegyünk a részletekbe, csak korán reggel ez egy politikai magazin műsor, miközben az emberek fogat mosnak és isszák a kávéjukat, minket nézik, és a cipőkanállal keresik a cipőjüket, tehát nem hiszem, hogy számokat rájuk önteni túl jó, de vajon amikor ők ezt a felmérést elemezni fogják, akkor átértékelik-e, hisz azok a baloldali politikusok, itt járnak a stúdiónkban, vagy akár MSZP-sek is, nekem úgy tűnik, mintha az MSZP-sek mintha kicsit összezárnának, legalábbis nem beszélnek ki, vagy mert tényleg összezárnak, vagy mert félnek valami retorziótól. Ez csak a látszat, tehát az ellentétek megmaradtak, és azt látjuk, hogy azért nem beszélnek most kifele, mert nem akarják magukat majd bűnbaknak kikiállni. Nem akarják, hogy ne legyenek rajta a listán. Igen, nem azt akarják, hogyha mondjuk Botka László bukik, akkor ne az legyen, hogy ez miattad van, mondjuk Lendvai Ildikó vagy Kovács László bármi rosszat mondana, akkor rájuk lehet mutogatni, hogy ez az öregek miatt van, azért mert kibeszéltek a irányvonalból. De a két legértelmesebb ember ebből a pártból. Igen, és ezért inkább jobb, hogyha ők csöndben maradnak, jobb, hogyha hagyják Botka Lászlót, és hiába látják azt, hogy amit most csinált, ez az elmúlt fél év, ez egy nem az, hogy kudarc, de a kudarc csőd felé hasonlít, és hogy egyáltalán nem vált be semmilyen, a szavazókat nem hozott. Tehát ezt inkább nem mondják, csömbben vannak, megverek, hogy mi lesz mondjuk 10 hónap múlva a választáson, és azt követően Botka Lászlónak majd vissza kell menni a Szegedre, és akkor majd ők előtérbe térhetnek. És Mesterházi Attila is egy ilyen szerepben van. Mesterházi Attila most akkor tesz a legjobban, hogyha támogatja a szavak szintjén Botka Lászlót, és ezt követően majd, hogyha Botka László bukik egyet 18-ban, akkor ő majd előtérbe térhet ismét. Mielőtt átérnénk a számokra, jó az, hogyha egy pártnak, ami a választásokon indul ön szerint, mint ellenző szerint, hogy sem a leendő miniszterelnök, vagyis a miniszter már nem leendő, hanem miniszterelnök jelölt, sem a pártelnök nem tagja a parlamentnek? Az nagyon nagy hátrány, mert azért a parlamenti viták azok azt eredményezik, hogy ott, hogyha hétfőn vagy kedden ott felszólal valami politikus, az nagyon valószínűséggel bekerül az esti híradókba, ott tudja artikulálni a közvéleményt, és hogy egy jó felszólalása van, akkor az egyértelműen sikert fog aratni. Schiffer András ennek kitűnő példája volt még korábban, amikor országgyűlési képviselő volt, hogy egy kis pártnak az élén, nagyon karakán felszólalásokat mondott az országgyűlésben, és ezt követően napokig tudta uralni azzal a felszólalásával a közvéleményt. Botka László esetében azt látjuk, hogy ő viszont nem egy karakán ember, tehát nem egy karakteres politikus, aki ki tud állni és nagy szónoki képességekkel rendelkezne, sokkal inkább egy ilyen háttérember vagy egy polgármesternek. Érdekes, hogyha a saját beszédét mondja el, és ami nem megírva van neki, azt nagyon jól elő tudja adni. De azért Schiffer András százszor jobban tudna. Schiffer András egy gyakorló ügyvéd, aki tárgyalótermeket tud. Tehát látjuk a különbségeket, Botka Lászlónak az nagyon nagy hátrány, hogy nincsen benne. De Schiffer András nem szeretne, ha jól tudom, az MSZP miniszterelnök jelöltje lenni. Meg lehet, hogy az MSZP-sek sem szeretnék. Akkor nézzük a puszta számokat. Nem számokra, hanem hogy még mik azok a baklövések, amiket ő elkövetett. Nagyon halljuk fontos, a hogy a 2010 előtti világtagadása, ez is egy nagyon fontos, a Gyurcsány Ferenc-es hasonló probléma az MSZP részéről, hogy rögtön ezzel kezdi minden egyes pártelnök, miniszterelnök jelölt, hogy ő ugye nem tagja a 2010 előtti világnak tagadja. Hogy azt mondaná, hogy jó dolgokat is csinálta, inkább letagadja, hogy létezett. Igen, és úgy vagy akkor ő még meg se született. Botka László esetében nagyon komoly hitelességi válságot eredményez, hiszen ő 2010 előtt tagja volt az országgyűlésnek, a Gyurcsány Ferenc kormányának minden egyes intézkedését megszavazta, direkt lehet nézni a parlament.hu honlapon, ki lehet keresni, mindenre igent mondott, és ezt követően még a vizitdíjtól kezdve még támogatta, és szavakban is nyilatkozott róla, azt mondta, hogy ezek nagyon jó intézkedések és szükségesek, tehát így tagadni azt, hogy ő nem tagja, nem volt részese a 2015-i világnak, és egy megújulást hoz, az nagyon komoly hitelességi deficitet okoz. Arra gondolhatod, hogy ez valahol nincs dokumentálva, vagy elfelejtette? Ő a választói felejtésben hisz, hogy van egy olyan mondás, hogy a választók egy-két évre már nem emlékeznek vissza. Ugyanakkor ez a politikai ellenfeleknek, a kormánypártoknak
vagy a demokratikus koalíciónak, hogy ott van a fegyvertárában, ők ezekre tudnak emlékeztetni. Ez van egy komoly baklövés, hogy ezt a és ő hozta a kampányának az egyik fő témájába, a miniszterelnök jelölti beszédében is, a kongresszuson is többször erről beszélt, hogy a 2015-i világot meg kell tagadni. Van egy komoly probléma, hogy nem adta fel a szegedi polgármesterséget, ezzel azt üzeni a választóknak, hogy ő a biztosban azért bízik, tehát hogy 18-ban, ha bukik, akkor mindig legyen egy komoly pozíciója a Szegeden. Tudjuk, hogy 19-ben lesz az önkormányzati választás, tehát még egy évig ott biztos pozícióban lesz. Tehát ez is egy olyan üzenet a választóknak, ami visszás lehet. Van egy kis párt, amelyik azt mondta, hogy ez a párt, amiről beszélünk, ez a kormánypártok zsebébe van. Akkor görgessük ezt tovább. Lehet, hogy azért maradott Szegeden, mert kell, hogy egy biztos bázis legyen, és majd cserébe a kormány támogatni fogja őt Szegeden, hogy újra polgármester legyen? Ezekben az összeesküvésemet ebben nem hiszek. Tehát a kormánypártoknak akkor lenne a legjobb, hogyha az MSZP nullára csökkenne. Tehát ez nem hiszek abban, hogy a kormánypártoknak érdeke az, hogy az MSZP még mindig így 10% környékén legyen. Sokkal jobb lenne, hogyha gyengülne az MSZP, és abból kinőne még mondjuk 5-6 párt. Tehát ez én összeesküvésemetek szerintem azok csak a kitaláció. Tehát akkor ön szerint tévedett ez a kis pártnak a nevét nem mondjuk ki, nem ebbe a stúdióban nem mondjuk ki. Vannak olyan információim, hogy ez még a hétvégére már más filmbe fog kerülni, lehet, hogy egy elterelő akcióról volt most szó. Nézzük a következő részek, hogy a vagyonnyilatkozat, szevélyépügy, erről nem is kell sokat beszélni. A politikusnak mindig az egyik legnagyobb támadási felülete az a vagyonnyilatkozata. Csomó politikus már tönkrement abban, hogy a vagyonnyilatkozatában nem tüntetett föl valamit, vagy olyan problémák voltak. Ezt olyan nehéz kiállítani. Erre kell gondolni, az elsőként, hogyha országos politikába készül valaki, akkor a vagyonnyilatkozat az, amit rendbe kell tenni. Nézőim, most tessenek figyelni, ez az első lépés tehát. Ha önök be akarnak kerülni a parlamentbe, egy pártot akarnak alapítani, az első dolog, fogadjanak egy könyvelőt, aki ki tudja tölteni, nagyon egyszerű, első lépés. Botkászónál háromszor is volt, jól emlékszem, probléma. HVG is kiszivárogtatta, hogy a telek mérete van baj. Ez nem a hirdetés helye, tehát az egyik hetilap. Egyik hetilap is kiszivárogtatta, hogy a telek méretével. Tehát olyan problémák vannak, ami egyértelműen a kampánynak az összeomlását eredményezheti az első fél évben. És ezt követően jönnek olyanok, hogy a bevándorlás politikát, a kormány bevándorlás politikáját támadja. Azt látni kell a számok azokat. Érdekes, egyik pillanatban úgy tűnik, hogy támadja, ugyanakkor azt mondja, hogy a kerítés egy megoldás. Igen, azt látni, hogy a magyaroknak a 66%-a az egyértelműen a kormány álláspontját osztja ebben a kérdésben, és a baloldali szimpatizánsoknak a 42%-a is. Tehát ez azt mutatja, hogy Botka László azzal, hogy mondjuk kimegy Brüsszelbe, vagy bárhova, és a kerítésbontás már csak fel is merül, mint hogyha egy szóként, és erről neki beszélnie kell, és azt mondja, hogy a kerítés rossz, sőt 2015-ben például azt mondta, hogy a kormány sok 10 milliárdot dobott ki teljesen hasztalan új vasfüggönyre. Most ezek az üzenetek, ezek a baloldali szimpatizánsokat is megosztják, és az MSZP-n belüli vitákat is csak tovább gerjesztik, hiszen emlékszünk, hogy Hiller István is arról beszélt, hogy a kerítés az egy szükséges dolog, anélkül nem lehet bevándorláspolitikát eszközölni Magyarországon, és Botka László egy kidobott pénznek mondja, és egy új vasfüggönynek. Hát ilyennek kell nem. És ha már említést tett az országgyűlés alelnökének a nevét említette, vajon elképzelhető, hogy Botka bukása után Hiller lesz a pártnak a vezetője? Ugye Hiller Istvánnál, még a korábbi kongresszusnál, amikor választmányi elnöknek választották, ott egy komoly vita volt, mert Botka László helyére került, és ott Botka László ki is akadt még tavaly ősszel, emlékszünk rá, hogy nagyon komoly sértődött interjúkat adott arról, hogy őt háttérbe szorítják, pedig ő lehetne a reménység. Ez lehet egy komoly vita, és Hiller Istvánnak lehet is egy ilyen ambíciója, hogy ő egy pártelnökként majd... De ő már volt a pártelnöke, és akkor nagyon jól szerepeltek. És beszélt is arról, hogy akkor rendbe is tette az MSZP-t, és volt világos üzenet, tehát ez még elképzelhető forgatókönyv. Komoly probléma még a Brüsszel és Soros György kegyének a keresése. Az, hogy ő kiment Brüsszelbe egy napon Soros Györggyel, illetve ezt követően még a Soros György érdekeltségeit is védte egy interjúban, az azt is eredményezi. Projektigazgató Soros György egy 80x éves idős ember, aki, én nem vagyok orvos, tehát nem tudok diagnózist mondani, de már nem tudja állva elmondani a beszédét, belefárad, ő nem egy ellenség. Tehát... Hát attól függetlenül hetente megy Brüsszelbe és tárgyal komoly döntéshozókkal.
a migrációs ügyi biztossal is tárgyalt, és ezt követően kötelezettségszegési eljárás is nyitott. Fél percünk maradt még hátra. Igen, komoly probléma a média bojkott, ott nem tudja elmondani az üzeneteket, és átengedi a terepet más ellenzéki politikusoknak, és a legutolsó pedig a fizessenek a gazdagok szlogennek a kifutása, nem támasztották alá háttérszámításokkal, nem mondták meg, hogy kiket adóztatnának meg, és az egyértelműen félelmek kelt a középosztálybeliekben. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában a Nézőpont Intézet segítségével megtudhattuk azt, hogy az MSZP miniszterelnök jelöltje az elemzők szerint milyen hibákat követett el. Aztán, hogy ezekből a hibákból szavazatveszteség lesz, vagy valami más, ezt a jövő megmondja, illetve az ezt követő elemzések. Nem elemzéseket kell megnyerni, hanem a választásokat. Minden esetre az elmondott okokra oda kell figyelni. Ez nem került semmibe a szocialistáknak. Ajándékba kaptak egy elemzést, bízunk benne, hogy olvassák. Mi szurkolok mindenkinek, hogy mindenki jelentkezzen pártelnöknek, politikusnak, aminek akar, szabad a pálya, még támogatást is lehet kapni. Ennyi, ami mai adásunkba belefért, visszavárjuk. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Akkor most előzetesek, és már is jön következő vendégünk.